Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Kispeás bajnokság első osztályában több forduló elmaradt mérkőzéseit is lejátszották. Ezek közül az egyik a Klubfece a Bádogos összecsapás volt, amely izgalmas perceket ígért. Egy a 24. fordulóból elhalasztott mérkőzés, a Klubfece a Bádogos összecsapás. Fehérmezben a Klubfece, míg megszokott zöld szerelésében a Bádogos együttese. Balog Hajnal, majd Spánic kapja. Máriásit próbálta játékba hozni, Skultéti támadta, Spánic. Ág, Dékány. Nem is volt rossz a lövés. Szabó küldte kapura a labdát. Máriási. Spánic. Hajnal futott középre. Nem elcsípték előle a labdát, Balog. Spánic. Király. Máriási. Előzte meg Szabót, aztán most Máriás nyár a labda, Dékány szerelte őt, Ág. Strommer lépett rá a labdára. Nem, Skultéti kisegítette. Skultéti. Balog vele szemben. Ez a Klubfece kapusáé, Tóth Attiláé. Spánic. Hajnal. Messziről lövi el a félpályán túlról. Ez bizony csemege volt Zsidónak. Skultéti, majd Ág a labdával. Balog. Szabó szerelte. Strommer mellette kapja is a labdát, aztán Szabó kapja vissza. Hajnal lépett oda. Nem történt szabálytalanság. Király majd Máriási. A labdával Máriási elmegy. Dékány mellett Királyhoz passzol. Az ő lövése pedig levágódik Skultétiről. Az első szöglet a mérkőzésen. A harmadik percben. Dékány. Strommer fut a bal oldalon, Szabó középen, Dékány Szabót választotta, és Király lépett közbe. Hajnal csípte el a paszt, majd sokat pepecselt, Szabó szerelte hátulról, ám szerencsére a labda Máriásihoz pattant, elmondta a Klubfece a szerencséjére. Balogról ment ki a labda. Ág. Strommer. Dékány. Nem értették meg egymást. A zöldek kettes számú játékosával. Király. Hajnal. Spánic. Máriási, szép az összjáték. Spánic az oldalhálót találja el. Az első említésre méltó helyzet tehát a negyedik percben. Szabó. Dékány. Ág. Szabó keveredett át a bal oldalra, és ott szabálytalankodtak vele szemben. A szabad rúgás, tehát a Bádogos javára. Ág végzi el a kapu mellé, mint egy két méterrel. Király. Balog.
Spánic. Máriás és Trommer szerzi meg, egyedül törhet kapura, király keresztezett jókor. Hajnal. Szabó szerelte. Király. Máriási. Hajnal. Jó volt az elképzelés, jól pördítette fel a labdát. Jókor jött a Kulfeca kapusa, hiszen Strommer már árus szemekkel várta a labdát a hatoson belül. Strommer egyébként a Lajos Komárom játékosa a megyei első osztályban, és gólkirály jelölt. Hajnal Rábára tartott rá Skultéti. A szabadrúgást Máriási végzi el a hatodik percben. Valóbb Máriási, Szabó lépett közve. Máriási berúgása. Spánic, Hajnal, királynak perdíti fel, aki egyből továbbít Máriásihoz. A fehérmezesek tízes számú játékosa még a vonal előtt elcsípte labdát, majd most Hajnaltól kapja. Szöglet lett a dologból. Máriási végzi el a szögletet. Gurult a labda, ezért bosszankodott egy keveset a sarokban Máriási Zsolt. Skultéti. Ág. Dékány, majd Skultéti a labda útja. Szabó. Király. Balogatja hátra. Aztán Hajnal veszélyesen saját kapuja felé perdítette a labdát. A Kulfeca kapusának kellett közbe lépnie. 7. perc 0-0. Dékány. Jó, középre játszott labda, és ágölődte el a kapu előtt keresztbe. Nagy lehetőség volt. A Bádogos a 8., a tabellán 19 ponttal, és ezzel együtt még két mérkőzése van hátra a bajnokságból. A Klubfecának is ugyanennyi van hátra, ám ők már az 5. helyet foglalják el, és ezen már nem is tudnak változtatni, hiszen a Fapados Söröző 4 pontra van tőlük. Illetve még odaérhetnek a 4. helyre. Máriási. Strommer lépett közbe. Hajnal érkezik a bedobáshoz. Zsidó tenyerelt a labdába. Trommer, róla hagyja a labda a játékteret. Spánic. Spánic még a labdával, kioszt egy kötényt Skultétinek, aztán Balogh szerzi meg a labdát Dékánytól. Máriási kapja, a hatos vonalnál üres a kapu, hanem átlépett ki a Balogh Zoltánra. Strommer ellövi, Spánicról vágódik le. Szöglet.
Strömer fejelt volna kapura. Nem királyról vágódott le a labda. Ágbedobás a Strömer, kapu mellé fejelt. Tizedik perc 0-0 a mérkőzés állása. Spánic balog. Spánic kapja vissza. Előre ível, a labda pedig Zsidóé. Skultéti mellel Strömerhez, Strömer vissza Skultétinek, majd Strömer kapja a jobb oldalon. Spánic érkezett jókor, és keményen lépett közbe. Strömer bedobása. Szabó. Dékány, hajnalról vágódik vissza a labda. Bedobás a túloldalra, és Dékány szép mozdulattal az oldalhálót találta el. Máriási. Szabó támadja, és szereli is. Aztán Máriási szerzi vissza a labdát. Bedobás a Bádogos javára. Tizenegy perc telt el a találkozóból eddig gól nélkül. Skultéti vállalkozott egy lövésre távolról. Megpattant egy klubfeca játékoson a labda, így szöglethez jutott a Bádogos. Szabó áglőtt rá egyből, aztán Strömer próbálta tovább kaszálni a labdát. Ez nem sikerült. Strömer. Szép gól! A 12. percben tehát a Bádogos megszerzi a vezetést. Strömer kapott egy labdát, amit egyből kapura tűzött, és a bal alsó sarokban kötött ki a labda. 1-0 tehát a Bádogos javára. Spánic. Máriási. Strömer lépett ki rá. Balog. Király kapta volna a labdát. Nem, az átadás pontatlan volt. Strömer. Spánic lökte fel. Szabadrúgás a Bádogos javára a kaputól. Mint egy 8 méterre. A 13. percben. Aztán hajnal reklamál a játékvezetőnél. Majd pedig elfoglalja helyét a sorfalban. Dékány. Máriásiról vágódik ki, és Spánic indul meg. Skultéti lépett közben, még időben. Hajnal szöglete. Megzavarta a belőtt labda Zsidó kapust. A lába között túljutott. Ám még a gólvonal előtt elcsípte a Bádogos kapusa a játékszer. Dékány. Rikli mellett lőtte a labdát. Dékány szögletes Skultéti messze fölé. Hajnal. Rikli. Ág. Dékány. Ág kapja vissza, majd Rikli szerel. Dékány, Spánic fordulhat a klubfeca a 4-3 ellen. Spánic Skultéti sarkára lőtte a labdát. Rúgta. Így az megpattant és meghiúsult a klubfeca támadása. Dékány, Strömer, majd Szabó a labdával. Strömer kapja a jobb oldalon. Szépen játszik a Bádogos. Dékány
Hajnal lépett közbe, szöglet lett a dologból, hiszen Spánicról vágódott ki a labda. Skultéti újabb szöglet következik. Riklin pattant meg a játékszer. Dékány. Rikli fordulhat. Balog nem figyelt az átadásra. Dékány. Strömer. Hajnal ért vissza, a Dékány azonban visszaszerzi a labdát. Szabó nem sokkal ment mellé, egy sem. Balog. Ketten érkeztek szerelni, Strömer el is hozta a labdát. Szép érés volt. Strömer lőtt kapura. Ág nem tudta lekezelni a labdát, amit a szöglet rúgás után kapott. Zsidó előre. Dékány feje felett suhant el a labda. Spánic. Még mindig ő Rikli kapja. Strömer. Erőszakosan játszik a bádogos együttese. Dékány csípheti még el a labdát. Középre passzol, Szabó érkezik. Majd Spánic ment. Águl. Jási. Oldalon Hajnal, Rikli kapja, és ott az egyenlítés. Nagy szerencsével ugyan, de egyenlít. A klub fece a 17. percben. Rikli egy pillanatra elvesztette a labdát, aztán az utolsó pillanatban, amikor már Zsidó kivetődött rá, előtte a labdát a kapus hasa alatt. Így egy-egyre alakítja a mérkőzés állását. Kultéti majd Strömer a labdával. Spánic. Máriási. Horváth támadta. Spánic. Hajnal. Szabó. Strömer nem érte el a labdát. Almádi. Máriási passzolja vissza Hajnalnak. Balog kapja. Egészen hátra saját kapusáig. Hajnal. Máriási próbált lefordulni, ám Ág megelőzte. Horváth. Strömer. Almádi szerelte. Aztán ismét Hajnal reklamál a játékvezetőnél. Almádi. Máriási próbálkozott egy csúsztatással, ám nem érte el a labdát. Horváth. Skultéti. Ág. László, illetve Szabó. Almádi, Máriási. Balog. Hajnal. Szép volt a csel, Strömmert csapta be.
aztán Rikliesz passzolt. Máriási. Hajnal egyből Horváth ugrott közbe, vetődött közbe a labdának. Máriási lövés, és Zsidó amúgy reflexzerűen, mert nem sokat láthatott. A labdából majd pedig Balogh Zoltán a kapufára lőtt. Ez most nagy gólszerzési lehetőség volt a klubfeca előtt. A 20. perc történése volt mindez. Skultéti bedabása. Ád. Szabó. Rikli mellett passzolta tovább, aztán Skultéti vezeti ki az oldalvonalon túlra a labdát. Rikli. Szabó. Csak kijebb tudta segíteni a bőrgolyót. Máriási bedobása. Almádi középen, aztán Rikli, a labda pedig Zsidóé. Szabó. Strommer várta középen a labdát, Szabó inkább lövésre vállalkozott, ami messze elkerülte a klubfeca kapuját. 4 perc van még hátra az első játék részből, Balogh cselezget. Máriási kapja a bal oldalon, mert egy nagy lövést teresztel, ez is elkerülte a kaput. Zsidó. Hajnal fejéli vissza, Rikli, ketten támadják, el tudja hozni a labdát, aztán Horváthban akad el. Máriási bedobása. Almádi mellé. Skultéti, Strommer perdíti tovább a labdát. Túlságosan is nagy volt a fals a játékszerben, így Szabó nem érhette el, hajnal lövésébe lépnek közbe. Ág. Szabó. Strommer ismét egy perdítéssel próbálkozik, ez sem volt pontos. Horváth még bent tartja. Strommer. Balogh ment szögletre. Strommer lő. Elvászorog a kapu előtt. Hajnal. Skultéti lőtte ki vaktában a labdát. Máriási, Hajnal, majd Balogh. Strommer szereli őt. Strommer nagyon hasznosan játszik eddig. Horváthoz passzolna. Bedobása Bádogos javára, Horváth bedobása. Máriási. Balogh indul a bal oldal, azonban ennyire nem gyors Rikli, hogy beérje ezt az átadást. Skultéti. Hajnal fejeli vissza. Máriási. Messze pattant tőle a labda. Balogh ellen szabálytalankodott Ág Csaba. A szabadrúgást ismét Máriási végzi el, mint minden pontrúgást a klubfecánál. Szabó az egyszemélyes sorfal, Máriási, Balogh. Almádi előzte meg Horváth. Hajnal, majd Máriási labdával. Almádi, Balogh. Két ember gyűrűjében, Strommer szerelte is. Hajnal. Ismét Strommer szerel, és nem sokkal lő a kapu mellé. Jobb kapufát, mint egy 20 centivel került el a labda. Máriási, szép volt a csel, Szabót csapta be, aztán Strommer mellett is tovább passzolja. Strommer volt szabálytalan.
Az utolsó percben járunk, az első félidőben Hajnal kapja a labdát, megelőzte a kifutó Zsidót. Hajnal, Máriási perdíti tovább, amúgy reflexzerűen. Aztán Hajnal kapott egy rúgást egyik legérzékenyebb pontjára. Időközben kap Pussere a Bádogosnál. Zsidó helyett Bodó a kapuban. A Bádogos visszaadja a labdát, és ez volt az első félidő utolsó momentuma. Tehát Klubfeca Bádogos a 25 percen játék után 1-1. A második félidőt a Bádogos kezdi. Horvát, Strommer. Szabó lövése vágódik le Királyról. Lassacskán eljut a sarokpontig a labda. Strommer próbálkozott egyből egy lövéssel a szöglet után. Ez levágódott. Máriási. A Balog indul be. Király kapja. Szépen megy el a jobb oldalon, majd pedig kikíséri a labdát. Már nem tudta vissza húzni középre. Szabó, Skultéti. Fehér kapus továbbít Spánichoz. Máriási. Balog sarkáról vágódik vissza, és ebből indulhat a Bádogos, Szabó lövése pedig Spánicról pattan le. A Bádogos végezhet el szögletet, a második félidő második percében Strommer kapufát találja el. Hajnal. Máriási indul, Skultéti fejeli vissza, Horvát. Elment Balog mellett, aztán Hajnalt is ott hagyja, majd Strommer lő ismét a kapu mellé. Király, Hajnal. Skultéti. Fehér. Hajnal adta haza, így nem foghatta meg a labdát. Király. Egyből tovább, majd Szabó perdít vissza Horvát. Spánic mellett nem találta a labdát. Király. Máriási. Ág. Hajnal szerzi meg a labdát, és messziről lő. Bodónak kellett hárítania. Balog a bedobás után. Hajnal érkezett ugyan, ám egy ütemet lekésve. Spánic. Strommer érkezett vissza zavarni őt. Hajnal. Király. Spánic tartja a labdát. Aztán Bologhoz passzol. Horváth vele szemben. Hajnal lépi át. Király kapja. Szép játék eddig. Király. Hajnal. Szép játék volt. Szép támadásám, eredmény nélkül, csupán egy kapura lövésre, azon belül is egy mellére futotta. Ma létezik ilyen, hogy mellé, mint fogalom. Horvát. Ág. Balog. Máriási. Strommer adja haza. Király majd Balog, a második félidőben felpörgött a játék, Ág lépett közbe keményen, majd egy kisebb szóváltás a sértett és a vétkes között. Hajnal lőtt el váratlanul a szabadrúgást, Bodó védett.
bravúrral szögletet a dologból. Balog. Máriási felé vissza a Spánic. Fehér. Spánic. Király veszi át a labdát, egy picit hosszan szöktette magát Bodó. Jókor csúszott ki a kapujából. Felszabadítva a válogos hálóját. Hajnal, szép volt a csel, Bodó hárít vetődve, Ág, Skultéti, Ág kapja vissza, és Spánic kezére pattan a labda. Jár is a szabad rúgás a válogos javára. Aztán egy újabb szóváltás. Ág és Balog között. Máriási. Balog. Máriási szöglete. Második félidő, hatodik percében. Skultéti fejeli ki. Spánic. Máriási. Jól tartja eddig a labdát, aztán az érkező királyhoz passzolt volna, Hajnal nem féltette a lábát. Másodszor is próbálkozik egy lövéssel. Fölé, mellé. Skultéti, Szabó, majd Horváth a labda útja. Ág. Szabó fordítja vissza, majd Spánit szereli. Ág lépett közbe, Szabó. Máriási. Strommert előzte meg. Aztán rosszul lépett a bokáját, fájlalja a fejérmezes játékos. Hajnal. Spánic. Baloggal játszik össze. Harminckettedik perc tehát. 1-1 a mérkőzés állása. Ág. Hajnal előzte meg Horvátot, kint volt már a labda. Dékány. Horváth. Strommer jól vette át a labdát, aztán Hajnal saját kapuját veszélyeztette. Spánic. Skultéti csúszott közve Dékány. Horváth királyról megy ki a labda szögletre. Horváth szöglete, Dékány lövi el, fehér hárít lábbal. Dékány lökött, a szabadrúgás kifelé jár, vissza fújják a játékvezetők, hiszen jóval, mint egy 4 méterrel hátrébről kell elvégezni a pontrúgást. Spánic, Máriási. Máriásit lőgte Skultéti. Aztán egy végleges kiállítás a cserepadról. Mégpedig Szabót küldi ki a játékvezető. Végleg. Minden bizonnyal valami olyasmit hallhatott a játékvezető, ami sértő volt számára, és nem megengedett a futballpályán. És Szabó hagyhatja el a játékteret némi szóváltás után. Máriási szabadrúgása. Második félidő 9. percében. Strommer ugrott közbe, Máriási nem végezte el, csak most Strommerről vágódik le. Hajnal adja haza. Spánic. A
Máriási. Skultéti. Spánic lökte Horvátot. Szabadrúgás a Bádogos javára. A kaputól mint egy 7 méterre. Egészen pontosan 7 méterre. Dékány. Horváth 2-1-re vezet a Bádogos. A szabadrúgás tehát értékesítette, góllá váltotta a Bádogos a második félidő 10. percében. Egy tehát az eredmény a Bádogos javára. Dékány hajnal szerelte Horvátot. Végzi el a berúgást, Trommel csúsztatja meg. Nem sokkal került el a felső lécet a labda. Bodó rosszul öklöz, majd hogy nem saját kapujába perdül a játékszer. 36. perc, tehát 2-1-es Bádogos vezetés. Máriási szerez labdát, aztán Skultétiről vágódik ki. Máriási király jólkor érkezik. Aztán átcsúszott be jókor. Máriási bedobása. Hajnal pedig kiengedi a labdát. Horváth, Dékány. Horváth kapja vissza a vonal mellett, Dékány. Dékány megtartja, Horváth kapja a hatos vonalnál. Máriási fordulhat a klubfeca 3-2 ellen. Király. Skultéti. Szabadít fel Horváth. Dékány, Strommer, Dékány kapja, szép játék, a kapu mellé lő azonban. Máriási. Skultétiről vágódott le, illetve fel a labda pontosabban. A védetlenoktatási központ első szintjére. Máriási bedobása hajnal felé, jól fordult le védőjéről, aztán Bodó védett. Balog. Hajnal perdíti fel magának, majd egy hatalmas gólt lő a kapu bal oldalába, majd pedig az örömtáncot mutatja be. Tehát a második játékrész 13. percében egyenlít a klubfeca hajnal révén. 2-2. Harmincnyolc percnyi játék után tehát még egyik csapat sem tudta döntésre vinni a dolgot. Igaz, ennek még nincs is itt az ideje. Strommer, Dékány, Király. Ág bedobása. Galambos kapta, majd pedig Király szerelt, szögletre mentett. A szöglet után Dékány. Nagy helyzet volt ez is. Rikli mentett szögletre. A játékvezetők úgy ítélik meg, hogy Skultéti ért utoljára a labdába, így kirúgásra változott a szöglet. Hajnal. Strommer. Fehér. Hajnal.
Széthúzák a mezőnyt, majd a Ripley felé szállt a labda. Nem picit hosszú és magas is volt egyben. Skultéti. Ág, Vékány, Strömmer. Hajnal. Strömmer. Ismét Hajnal lép közbe. Skultéti lövi el a félpályáról a kapu fölé. Almádi ismét a pályán a klubfece együttesében királyt váltotta. A 40. percben járunk, 2-2 a találkozó állása. Máriási húzta meg a jobb oldalon. Kirúgás lett belőle. Bodó, majd Skultéti a labda útja. Skultéti. Fehéré a játékszer, Máriási. Strömmer Hajnal mellett húzta meg a labdát, aztán Almádi szabadít fel. Máriási. Skultétit találja telibe. Ág lecsúszik a lábáról, majd pedig testével fedezte a labdát. Szabad rúgás kifelé. Almádi volt szabálytalan. Hát nem tudom. Ág szabad rúgása. Az a Bodónak, aki viszont kirúgja a labdát. Rikli zavarta a bádogos kapusát. Spánic, Máriási. Almádi felé, Bodó öklöz, Máriási. Nem sokkal került el a kaput. Megszerezhette volna a vezetést a klubfeca. A mérkőzés 42. percében. Dékány. Lambos. Fehér hárít majd Strömmer fejjel. Maradva pedig a kapu mellé hull Spánic. Máriási. Spánic ismét. Ág szabadít fel, aztán Dékány mellel passzolja tovább a labdát. Most ismét Dékány nála játékszer. Skultéti. Strömmer. Hajnal vele szemben. Hajnal indulhat. Máriási várja a túloldalon, Hajnal pedig ágba lövi a labdát. Hajnal. Almádi a félpályánál, Máriási. Rikli. Klubfeca hozhatja játékba a labdát bedobással. Spánic. Máriási nem tudta tovább fejelni a labdát, aztán Strömmer próbálja megkerülni Hajnalt. Ez nem sikerül, egy bedobást azonban sikerül kiharcolnia. Veszélytelen volt. Spánic. Ág rúgta ki a labdát. Máriási. Hajnal egyből. Nagy lövés Bodó lábáról a felső lécre vágódik, majd az ismétlés is a felső kapufa után vágódik ki a mezőnybe. Óriási helyzet volt ismét, és most szerencséje volt a bádogosnak. Strömmer szépen vette át a labdát, aztán fehér hárít. Nagy helyzetek mindkét oldalon. Horváth lyukat rúg, Skultéti. Fehér. A 44. perc. 2-2. A mérkőzés állása. Skultéti. Hajnalról hagyta el a labda a játékteret. Skultéti szöglete ismét. És ott a vezető gól. A bádogos megszerzi a vezetést ismét. Horváth volt eredményes a szöglet után. 3-2 tehát a bádogos javára.
második félidő 20. perce. Öt perce van tehát a Klubpecának, hogy egyenlítsen. A második játék részben a Klubpeca birtokolta többet a labdát, és a fehérmezesek vezettek több támadást és veszélyesebb támadást. A Bádogos pedig pontrugásokból tudja egyenlőre megverni a Klubpeca együttesét. Spánic. Szöglet után hajnalról vágódik le a labda, aztán Máriási szerzi vissza, a Rikli pedig a kapu mellé továbbít. Ág. Spánic. Lambos. Máriási szereli. Strommert elővi Máriási. Fél méterrel ment a kapu mellé. Hajnal szöglete. Felszabadítanak a zöldmezesek. Spánic, fehér. Spánic kapta vissza Hajnal. Ellövi messziről mellé. Hatodik perc. Hajnal fejelte ki a labdát. Bodó. Ág. Rikli mellett kurította el a labdát Horváth. Király fordíthat, Máriási, Király kapja a bal oldalon, Horváth volt a gyorsabb. Király bedobása, Spánic lövése levágódik. Fehér, Hajnal. Spánic. Galambos szerzi meg a labdát, aztán megiramodik. Strommer és Máriási lépett közbe, mielőtt még Strommerhez ért volna a labda, és fehér fejéről hagyta el a labda a játékteret az alapvonalon túl, tehát szöglettel folytatódott a játék. Horváth, Spánic jókor lépett ki. Máriási, Spánic, Király, Spánic üres terület, Bodó védlábbal. Spánic előtt megnyílt az út a kapu felé. Ő egy lövéssel próbálkozott, amit Bodó hárított. A balalsó sarok elől tornázta ki a labdát. Három perc van még hátra a találkozóból. 3-2-es Bádogos vezetés. Király. Hajnal. Strommerről vágódott le. Rikli bedobása, Máriási fejjel elkerülte a kaput. Bodó. Strommer. Fehér jön ki kapujából és fejjel továbbítja a labdát Máriási. Úgy érzem, vaktában lőtt el, és mikor a labda felszálló ágban volt, akkor találta el. Így a labda magasan a kapu fölé szállt. Spánic, Rikli, Máriási tartja meg. Királyhoz passzol, aztán majdnem elcsípte Máriási a visszaadott labdát, ez pedig már kint volt. Spánic, fehér, Rikli,
talán beadásnak szánta. Rosszul találta el a labdát. Az utolsó percben járunk, 3-2-re vezet a bálogos, Rikli vágja vissza, majd Ág előre a plafont találja el. Így játékvezetői feldobás követi az eseményt. Király. Spánic. Talán az utolsó lehetősége a klubfecának az a támadás. Hajnal adja el a labdát, fordulhat a bádogos. Strommer. Fehér véd. Spánic. Rikli. Skultéti szerelte. A kidobás Sal Strommer, aztán középre passzol Horvátot, meg viszont Király előzte meg. Máriási, Spánic, Hajnal, elvállalja, Skultétiről vágódik le. Túl a rendes játékidőn. Talán az utolsó momentuma lehet a találkozónak ez a támadás. Király, és most vágják ki a labdát a bádogos játékosai. Spánic. Ezek már a hosszabbítás másodpercei. És most van vége a találkozónak, tehát a bádogos 3-2 arányban nyerte a mérkőzést a klubfeca ellen. Úgy érzem, talán a döntetlen igazságosabb lett volna, ám de az nyeri a mérkőzést, aki többször talál a másik hálójába. És ezt a bádogos részéről Strommer, valamint Horváth kétszer. Ezt közölték meg a klubfecától, Rikli és Hajnal volt eredményes. Tehát még egyszer a végeredmény, klubfeca bádogos 2-3. Lássuk, mi történt még a héten a sportcsarnokok parkettáin. A Süni és barátai Fedél Kft. Mérkőzésen a pályaválasztó kezdett jobban. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, hol egyik, hol másik csapat kerekedett felül. 3-1-es Süni vezetésnél a Fedél letámadást alkalmazott, ami a Süninek nem ízlett, és kiegyenlítettek a sárgát. Olykor-olykor kiszabadult a szorításból a Süni, de a kaput különösebben nem veszélyeztették. A félidő zárása előtt elmélázott a fedélvédelem, a pirosmezes együttes pedig újból vezetéshez jutott, ezután a Süni szép játékot produkált és növelte előnyét. Fordulás után a Fedél Kft. Erőteljes offenzívába kezdett, meg is lett az eredménye, szépítettek. A végéig egy kapuzott a Fedél, majd kialakította az 5-5-ös végeredményt. Elfáradtunk, nem volt cserénk, fiatal, jó futó csapat volt az ellenfél. Meg közel a 40-hez csere nélkül nem tudtunk gólt a másik fél időbe. Amíg ment a bírtuk előléttel, ment a labda, nem volt baj, folyt a játék, csak aztán ennyit bírtunk. Sajnáljuk nagyon. A Fevita MÁV gépészet találkozón a Fevita állandó kapusa nem állt csapata rendelkezésére, de nem ennek köszönhette, hogy a MÁV szerzett vezetést az 5. percben. A Fevita megilletődötten játszott az egyfolytában támadó MÁV ellen és újabb gólt kapott. Egy szándékos kezezés után a MÁV büntetőből 3-ra növelte góljai számát. Továbbra is a piros fehérek irányítottak és eredményes támadásokat vezettek. A Fevita egyáltalán nem veszélyeztette a MÁV kapuját. A fordulás után a Fevita bátrabban játszott és szépített is. A MÁV azonban nem engedte közel magához a hűtőháziakat és végül 8-2-re nyerte az összecsapást. A zöldkernek a bentmaradása bomboltnak a dobogó volt a tét. A mérkőzés első perceiben a nehezebb helyzetben lévő zöldker szerzett vezetést. A gól után a bombon irányítottám a zöldker 96 Kft. Kapuja bevehetetlennek bizonyult. Egészen a 10. percig, amikor a kékmezesek egyeníteni tudtak. Ez annyira megzavarta a Pepita mezeseket, hogy újabb gólt engedélyeztek a bombonnak. A további erőszakos támadásoknak köszönhetően a bombon növelte előnyét. A félidő vége előtt felzárkozott a zöldker. A második játék részben kiérezett küzdelem folyt a pályán, és a zöldker egyeníteni tudott. Az ellenfél ezt nem hagyta annyiban, és addig küzdött, amíg ismét megszerezte a vezetést. A hajrában nagyon küzdött a zöldker, azonban a bombon szerzett újabb gólt. A végére a zöldker feladta a meccset, és ezzel talán az első osztályú tagságát is. A mérkőzést pedig a bombon volt nyerte 6-3-ra. Nehéz mérkőzés volt, a zöldkernek nagyon szüksége volt erre a két pontra, ugyanis a kiesés ellen harcolnak. Nekünk is, mivel egyenlő pontszámmal állunk a harmadikkal, a gólarány fog dönteni.
valószínű, hogy azért ők több góllal fognak nyerni a riválisok, de úgy gondolom, hogy második vagy harmadik hely, mind a kettő nagyon szép, hát végül is amatőr futball, barátok vagyunk, úgyhogy gondolom, hogy ez nagyon szép siker. A mai találkozón rendkívül izgalmas mérkőzésen, szoros küzdelemben vesztettünk. Igaz, a szoros, az eredmény nem mutatja ezt, de a játékképe alapján úgy érzem, hogy X igazságosabb lett volna. Az csapat eddigi teljesítményét hát elég gyenge színvonalra értékelem, mert úgy néz ki, hogy ha nem tudom, matematikailag van-e még esélyünk, de a kiesés réme nagyon fenyeget bennünket. Ha a következő két meccset nem nyerjük, akkor egészen biztosan kiesünk. A papírformának megfelelően az ezüstéremért küzdő Turullány irányította a játékot, és tetszés szerint vezette támadásait a négy mezőnyjátékossal felálló Fevita ellen. A kékmezeseknek három gólnál nagyobb különbségű győzelmet kellett volna aratniuk ahhoz, hogy odaérjenek a bajnoki második pozícióra. Az első játékrészt 4-1-es Turul vezetésnél zárták az együttesek. Fordulás után a Turul rendületlenül veszélyeztette a sárgamezesek kapuját, és tovább növelte előnyét, ami azt jelentette, hogy egyre közelebb kerültek a második helyhez. Egyszer-egyszer azért villantak a hűtőháziak is, de nem tudták feltartani az ellen gólhengerét. Így a mérkőzést a Turul nyerte 10-2-re, begyűjtve ezzel az ezüstérmet. A Fevita hozzájárult a bajnoki második helyezésetekhez. Igen, mondhatjuk így is, hogy sajnos nem tudtak eljönni, jobb lett volna a teljes csapat ellen játszani. Így nem tudtunk mi se úgy felpörögni, de megvan a második hely, és ennek nagyon örülünk. Ja, a tavalyi bajnoki cím után ez nem csalódás? Sőt, sikerkezd érdekelem, mert azért vannak nagyon jó csapatok ebben a bajnokságban, sőt, nehéz volt minden mérkőzés, úgyhogy sikerként értékeljük a második helyet. Végén a becsületből kiálltunk, és akkor lejátszottuk a mérkőzést. Hát sajnos ez nekünk a bajnokságban kevés volt, jövőre az 1B-be természetesen megpróbáljuk, és ott próbálunk nagyobb sikereket elérni. Hát, hogy aztán, hogy mi lesz belőle, tehát a nagy pályások tudnak jönni, majd meglátjuk. A MÁV gépészet más tiszta találkozó eredménye csupán a MÁV-nak volt fontos, hiszen ők még elkerülhetik a kiesést, ami a más tisztáról nem mondható el. Ennek megfelelően kezdte a játékot a MÁV, és gyorsan vezetést szerzett. A gól után kiegyenlítettebb lett a játék, ám még ekkor is a piros-fehér játékosok voltak veszélyesebbek. Növelték is előnyüket. A félidő vége előtt néhány perccel a más tészta szépíteni tudott, majd saját kapujába is betalált, így 4-1-es állásnál fordulhattak a csapatok. A második játékrészben a MÁV továbbra is irányított és eredményes támadásokat vezetett. A gólzáporra csupán egyetlen találattal tudott válaszolni a teljesen szétesett más tészta. A meccset 10-2-re nyerte a MÁV gépészet. Szerencsére megint sikerült sok gólt rúgnunk. Kifutottuk magunkat. Kicsit néha duró volt a mérkőzés, úgy érzem, de ez benne van a játékban, vigyázni kell egymásra. Miért volt duró a mérkőzés, hiszen túl nagy a tét már nem volt? Hát tét maximum csak a számukra lehetett, ők kiestek. Nem értem, hogy miért volt a néhány kaskodás. Hát nem hiszem, hogy ez a futballpályára való. Szerintem egy sima meccs volt, ennyivel jobbak voltunk. Nem volt túl szép a búcsú, mi volt a probléma? Nem, szebbre számítottunk, de a jövőre újra megpróbáljuk. Ez az ellenfélnek már fontosabb volt, remélem bennmaradnak. Kicsit sportszerűbbek lettek volna az elején, de mindent bele nekik. Sok sikert kívánok! A Bádogos Fedél Kft. A középcsapatok csatáját hozta. Az első percek ismerkedése után a Fedél szerzett vezetést. A gól után is a Fedél Kft. Birtokolta többet a labdát, ám a kékmezben játszó Bádogos egyre veszélyesebb támadásokat futtatott, azonban egyeníteniük nem sikerült, így 1-0-ás Fedél vezetéssel zárták az első 25 percet. Fordulás után továbbra is a Fedél játszott mezőnyfölényben, azonban csak nagy nehézségek árán tudta növelni előnyét. A két gólos for tudatában már felszabadultabban játszottak a sárgamezes játékosok, és ismét bevették a Bádogos kapuját. A mérkőzés hajrájában a Bádogos egyre többet veszélyeztetett, ám eredménytelenül, sőt a Fedél szerzett gólokat. Így a meccset a Fedél nyerte 5-0-ra. Mennyire volt nehéz ez a mai találkozó, az eredményből ítélve nem annyira? Szeretményből ítélve nem, de az elején nagyon kellett figyelni, mert ha ők lövik az első gólt, akkor azért megizzadtunk volna, és nem is biztos, hogy megnyerjük. Küzdős csapat ellen nagyon nehezen tudunk játszani. Maga a játékos állományunk az sokkal, de sokkal többre hivatott, hogyha egyben lenne. Amikor egyben van, van két-három csere, bárkival fél tudjuk venni a versenyt, nálunknál úgymond jóval magasabban, előrébb végre csapatokat is tudjuk venni. Mint például tegnap a Klubfek ellen egy varázsbecset játszottunk, de volt csere, bírtuk a szuplába. Itt az ellenkező példája, hogy nekem kell beállni.
és húzni a csapatot, hát ami most nem ment. Úgy végeredményben csak ezt tudom mondani, hogy akkor tudunk igazából jó focizni, és élvezett számunkra a játék, ez az amatőr játék, hogyha mindenki itt van és segítjük egymást, nem úgy, hogy egyszer így, egyszer úgy. A 22. fordulóból elmaradt mérkőzésen a már bajnok C plusz V a kiesés elől menekülő Blue Hétfővel találkozott. Az első félidőben a C plusz V birtokolta többet a labdát, azonban a Blue Hétfő is igen veszélyes ellentámadásokat vezetett, melyek végén Diszlu Péter bizonyíthatta rendkívüli képességeit. Az első játékrészben egyik fél sem tudta bevenni a másik hálóját, csupán kapufákig jutottak, így 0-0-ás állásnál fordulhattak a csapatok. A második játékrészben a bordómezesek alakítottak ki több helyzetet, masszív védelmük pedig megszűrte a Hétfő támadásait. A játékrész derekán a rutin eredményre vezetett, és a C plusz V tetszert egy gólos előnyre. A hajrában egyre elkeseredettebben támadott a fehérmezes együttes, ám a befejezésben rendre hiba csúszott, aztán a vége előtt egy perccel sikerült egyenlíteni a Blue Hétfőnek, így a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Ez az egy pont rendkívül fontos volt talán a jövőbeni első osztályú tagságotokhoz. Igen, de viszont én úgy érzem, hogy kevés lesz még jövő héten, van egy rivális csapat mérkőzés, amit hát szeretnénk, hogyha úgy alakul az eredmény, hogy nekünk is kedvező legyen, bár nem hiszem, hogy... A gólarányotok azért sokkal jobb, mint a Ballon Kft-je, aki talán a rivális lehet a bentmaradásban. Hát jobb lett volna, ha már nem kell izgulnunk ezen a... vagyis még a jövő heti mérkőzésük, de hát úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon éles meccs lesz az is, és hát bízunk benne, hogy azért talán kedvezően alakul. Nagyon örülünk az első helynek. Elég nehéz volt megszerezni, hát megint egy évet öregettünk, és tavaly elhódították három egymás követő év után a bajnoki címet, hát úgy érzem, hogy csattanó választottunk mindenkinek, de hát én már ezt elég sokszor elmondtam, úgy értékelem ezt a győzelmet, hogy hát a idősebb jelzővel az öregek diadala ez, de nagyon sok fiatalnak ajánlanám ezt a küzdést, amit az egész csapat egész évben teljesített, és úgy érzem, hogy sztárok nélkül, nem mondom, hogy a legjobb csapat, mert az nagyon nagy képviségnek hangzana, de úgy érzem, hogy mi tettünk a legtöbbet minden meccsen a győzelemért, és így sikerült elhódítanunk a bajnoki címet. Jövőre mi lesz? Mi várható? Hát az az igazság, hogy el szeretném mondani, hogy 10 éves volt a csapat, úgyhogy nagyon nagy jubileum volt. Most a mérkőzés után megyünk egy banketre a tőrszurkolóinkkal, és ott fog eldőlni minden, mert úgy döntöttünk, hogy átértékeljük az egész eddigi pályafutásunkat. A Zöldker 96 Kft. Klubfeca mérkőzés a Zöldker hiányos csapata miatt elmaradt, így a 2 pontot 3-0-ás gólkülönbséggel minden bizonnyal a Klubfeca kapja. A Feca játékosai egymás elleni derbivel búcsúztatták a 2000-2001-es szezont. Nézzük tehát az eredményeket a 21. fordulóból elmaradt találkozók. Turulány Fevita 10-2, MÁV Gépészet Más Tészta 10-2, Bádogos Fedél Kft. 0-5, Zöldker 96 Kft. Klubfeca 0-3. A 22. forduló mérkőzése C plusz V Blue Hétfő 1-1. A 23. forduló találkozói Süni és Barátai Fedél Kft. 5-5, MÁV Gépészet Fevita 8-2, Zöldker 96 Kft. Bombombolt 3-6. És a 24. forduló egyetlen találkozója Klubfeca Bádogos 2-3. A tabellán a már bajnok C plusz V mögé a Turul Line érkezett föl a második helyre, harmadik a Bombombolt, itt már változás nem történik, negyedik a Fapados, ötödik a Klubfeca, hatodik a Fedél, hetedik a Süni, nyolcadik a Bádogos. És a kieső pozíciók elkerüléséért küzd a Blue Hétfő, aki a 9. helyen áll, a 10. MÁV Gépészet, a 11. Gallon Kft. És a már biztos kiesők a 12. Zöldker, a 13. Fevita és a 14. Más Tészta. Kedves nézőink, a kispálya küzdelmei a jövő héten zárulnak, így műsorunk is szombaton jelentkezik utoljára. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!